Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Íme a boncasztalon a John Sered, avagy Husqvarna, és ez lesz most ennek a sorozatnak a témája. Tehát ebből a gépből, roncsból akarom mondani, mert ugye nálam, mondtam, több videóban, hát itt kezdenek a roncs videók, vagy a roncs gépek, tehát szegény több sebből vérzik. Igen, amit Jánostól kaptam, gépezetet, ugye, ami jelenleg, hát egy Johnny alapokon nyugszik, látjátok piros színben, ugye a matrica, ugye a biléta is ezt támasz alá, hol a francba van, mert mutattam már, ugye a, igen, hülyén vetődik rá a fény, nem jó így, emberek, természetes fény is sokkal jobb volt. Na talán így valamennyire látható, ugye? Vagy mégse? A franc se tudja. Ők közben putyognak le az alkatrészek róla. Na. Tehát egy John Sered gépezet lesz átültetve, vagyis átnevezve, átműtve Husqvarnára, vagy Husira, általam nevezett Husira. Hát Husi 350-re, ebben a sorozatban erről lesz szó. Oké, okay, szépen igaz, hogy verőfényes napsütés van kint, de beszorultunk egyelőre a bűnbarlangba, már csak azért is, most már jól lenne kicsit bütykölni ismételten ezen a hétvégi is, azaz vasárnap. Nem tudom, mennyire látszik, mindjárt mutatom nektek, háttérben, ott látható, ott, a, micsoda, gulyás már föl van téve, fővé. Úgyhogy már csak azért is jutottam be ide a bűnbarlangba, amúgy szép idő van, jobb idő van, mint tegnap, de begyújtottam ide a bűnbarlangba, hogy azért ezt a nyírkosságot elvigyem, mert ugye mostanában nem volt begyújtva ebbe a kis barlangba, úgyhogy muszáj egy kicsit átmelegíteni, átfütteni itt az egészet. Meg hát ugye a vizet is föl kell forralnom, mert azzal a vízzel viszont az Alpin gépezetet raktam bele már gyerek fürdető tekenőbe, és abban fogom azokat elmosni. Természetesen arról videó nem lesz a mosásról, szerintem semmiképpen. Ennek a videónak a fő témája, ugye, hát amit Jánostól kaptam gépezetet, hát roncsot, jaj, közben veszem fel, az potyognak le róla az alkatrészek, ugye ő lesz ez a John Sered, alapokon nyugvó moci, amelyet nem tudom, meglátjuk, ugye Gábor jó voltából, Gábor ám írt, köszönöm szépen önről és a segítségét neki, hogy ő neki van ehhez a gépezethez, igaz, hogy Husqvarnához, burkolatokkal, tankkal, mindennel együtt, egy talicska alkatrésze, és ő nagyon szívesen segít ebben, hogy ebből a gépezetből egy Husqvarna 350-est varázsoljunk, amely ugye berántója itt van. Ugye ez tudva lévő, ez a két gép, egy és ugyanaz, csak a burkolatok különböznek egymástól, tehát a színek és a márka nevek, semmi más. A moci maga ugyanaz. Épp ezért ő azt mondta fel, ami kell, azt ő nekem szívesen adja, el is jön, ketten összerakunk belőle egy Husqvarnát. Na, erre kíváncsi leszek. Ugye azt mi nem beszéltük meg konkrétan, majd ezután a videó után lehet, hogy majd ám ír Facebookon, nem tudom, hogy erről lesz a videó, jó lenne, ha lenne, más nem. Ha nem akar ő szerepelni személy szerint, a kezét azért, hogy bütyköljük, vagy valamit csinálunk vele, hangját esetleg kölcsönözheti a videóhoz. Úgyhogy meglátjuk, mert ezt megbeszéljük vele, ez nem tudom, de a sorozatban ebben benn kell, hogy legyen valamilyen szinten az összeépítés, mert hát azért is sorozat, ugye. Természetesen, mint mondottam, nem tudom, mi lesz a címe ennek, ugye Johnny-ból Husi, vagy nem, fogalmam sincs, valami hülye címet kitalált neki, majd ezt meglátjátok. És ugye megpróbáljuk akkor ezt a gépet föléleszteni. Mert azt mondta, hogy érdemes megmenteni ezt a kis gépet. Nagyon jó kis gép, erős. Ha, jó, persze, nem ilyen állapotban, hogy a most kinéz szegényem. Úgyhogy én minden esetre Jánosnak nagyon szépen köszönöm ezt a gépezetet, roncsot. Én ilyeneknek örülök a legjobban, ilyen gépezeteknek. Van mit bütykölni, mert ezen aztán ez nem úgy van, jöntök bele benzint, aztán meg egy kis láncolajat, aztán 3-4 rántás, aztán indul, azt megyek kivágni vele, mert én abból nem semmilyen extrát nem látok, majd nem tudnak érdekelni azok a videók, mert most mit nézek rajtuk, hogyan megy a fűrész a fába, semmi extra. De viszont így, hogy valamiből, egy ilyen roncshalmazból, ilyen szemétkupacból, mert ugye megkaptam azt, hogy Magyarország összes szemete nálam fog kikötni,
Nem baj, figyeljetek, én hozzá is most válaszoltam ma reggel. Semmi problémából, udvarom jó nagy, úgyhogy jöhet, jöhet bátran, jöhet, küldjétek nyugodtan, úgyhogy van helyem, van helyem. Ha nincs, akkor hátul a gyümölcsösből szakítok le még részeket, oda is tudok rakni még gépeket, úgyhogy helyem van bőven, nyugodtan jöhet, legalább lesz, el leszek látva, vagy így is el vagyok látva egy darabig gépekkel, roncsokkal, akkor még pláne el leszek látva. Na, nem probléma. Hát ilyen, innét szép nyerni, azt szokták mondani, hogy innét szép nyerni, hogy egy ilyen gépet megkapsz, vagy egy ilyen roncsot, mert ez tényleg, ezt mondhatjuk arra, hogy roncs, mert ez potyognak le az alkatrészek róla. Csavarok hiányoznak, ez az hiányzik, tehát ki kell találni, ki kell silabizálni, mi, hogyan, s miképp volt, fogalmam nincs, úgyhogy, de bontáskor majd ez minden fényderül. Azt sem tudom, hogy milyen a rugattyú, elvileg a dugó és henger jó bent. Nem tudom, ezt János azt írta, hogy jó bent. Ugye majd megpróbáljuk, minden esetre erről akkor indítok egy sorozatot, és ugye ismét bontás lesz, mert ugye megkaptam azt is, hogy a bontásban nagyon jó vagyok. Ugye már csak bontani tudok, összeépíteni. Nem. Igen. Persze nem nálam volt ez a videó, de különösebben örülök neki, legalább ezzel is tudok. Mert ő, az illető ugye az én bontásomból vett alapot, tehát onnét talált egy ilyen segítséget, amelynek egy ilyen levegő terelő lemezt tudott csinálni. És ha már ezzel tudtam segíteni az illetőnek, az is nagyon jó dolog. Tehát ebbe is jó ez a bontás, hogy láthatjátok, hogy milyen alkatrész való oda, ha esetleg a ti gépetekben nincs meg. Na, természetesen ebből semmi extra, engem nem érdekel, hogy ki mit mond rólam, különösebben nem tud meghatni. Én így csinálom, egy csináltam eddig is, ezután is így fogom csinálni. Aztán kész, ha kell, 20 részen keresztül bontok egy fűrészt. Hát azt, hogy ti nézitek-e, az már más tészta. De hát remélem, hogy azért valamilyen szinten kíváncsiak vagytok rá. Na, akkor ebből a káoszból kicsit próbáljunk meg kilábalni. Már úgy értve kilábalni, hogy megpróbáljuk, ez az asztalomos káosz van, mert kiraktam ide mindent a János, nem mindent, mert a egyik szatyorban még ott vannak a cuccok, és a, hát nem tudom, melyik alkatrész való hozzá, vagy ilyen külső burkolat való hozzá, melyik sem, ezt majd Gáborral eldöntjük, hogy hogyan és mint fog stimmelni itt a dolog. Mert addig én sajnos semmit nem tudok csinálni, max. Egy robbantott rajzokat nézek róla, videókat nézek róla, hogy mégis küllemre hogy néz ki azt, hogy a fölépítmény a tető alatt mi lapul, azt már nem látni ugye a videókban. Na, álljunk is neki akkor. Bontjuk szét ezt is. No tehát, az asztalon itt hever, láthatjátok maga a roncs, és pár ilyen olyan alkatrész, ami nem is tudom, hogy hozzávaló-e vagy sem, mert kettőfajta ilyen fékkarom van, egy ilyen lánzdekni, szerintem az a lánzdekni az abszolút nem erre való, úgyhogy ezt szerintem félre is teszem innen ez a valjétmelát képet. Meg úgy gondolom, hogy ez a fedő, ez a felső burkolat sem ehhez a géphez való, mert az istené nem tudom ráilleszteni, azt a felenset nem hiszem, tehát ezt is félre tesszük innét. Ez sem ehhez kell. Ez a berántó, ez sem ehhez kell, mert ha megnézitek, nem passzol ide. Bocs, így nézhetem. Tehát nem passzol ide, úgyhogy ez sem ehhez kell. Félretesszük. A fékkarunk. A fékkarunk valószínű ez ehhez kell. Láthatjátok. Ez ide valósi, ez marad. Ez a légterelő kütyű. Úgy nézem, ez ide kell. Látható. Ez ide kell, ez is marad. Ez a fékkar, vagy a fékkar, ez a fogantyú. Hát ez én nem hiszem, hogy ehhez kell, úgyhogy ezt is innen félre teszem. Én azt mondom nektek, hogy inkább ez kell ehhez, ez a kis fogantyú. Ez szerintem ez ide, vagy mit tudom én, hogy a francba volt rajt, majd meglátjuk, de szerintem ez ehhez valósít. A belántó az marad, mert ugye eleve egy huszkvárna lesz belőle csinálva. Vagyis huszkvárna köntösben lesz felépítmény majd a legvégén. Hát remélem, hogy Gábor tényleg... Ugye ő rám írt egyszerre, hogy esetleg ő ebben tud segíteni, és azért szét kell bontani, nézzük meg, hogy mi az, ami cserés, és mi az, ami még hasznosítható. Aztán ő hozza nekem azokat a plusz alkatrészeket, megnézzük a dugattyút. Itt van ilyen kábel, most ez leesett innen, mit tudom, hol volt, gondolom, hogy a gyújtásom volt, meg valahol rá volt csavarozva, fogalmam nincs, ez biztos, hogy ezé. A levegőszűrő, az szerintem ezé, mert
Ha jól tudom, egy már úgy néztem képeken, videókon, hogy ezek a szivatókar, így, azt hiszem ez itt jött ki, ha minden igaz, és egymás fölött jöttek ki a szivatókar, meg szerintem ez a kapcsoló, vagy igen, ez a kapcsoló, vagy egymás alatt, vagy egymás fölött, Isten tudja, hogyan van ezre beépítve, ennek valahogy így kell állnia majd a hivatalosan, ha jól tudom, amikor már kész lesz maga a gépezet. Na, tehát ez biztos, hogy idevalósi. A karburátorunk, hát ez egy Valbro karburátor, látható, egy Valbro karburátor, szép termetes darab, típus számot, hát nem tudom, most jó mutatom, mert nem mutatom, mert fejtetőn mutatom, mert úgy nézem, hogy talán jó, látjátok, típus száma. Nem tudom, hogy mennyire jó robosztus kis karburátor, nem gyenge, az tény és való. Na, ő is ide valósi. És a többi dolog, hát látjátok, innét is szerintem egy fém lapocska hiányzik, ugye, ami itt van, amivel csavar bele majd, tehát ilyen apró cseprőbb dolgok sajnos hiányoznak, ezeket majd pótolni kell, de ugye ez a tank elvileg nem is fog megmaradni, mert, vagy ez nem is a tank része, bocs, a tank az alul van, hanem ez a forgattyús ház része, vagy maga a ház, inkább így mondom, a ház része szerintem ő is ki lesz cserélve, mert ugye, hogyha Gábor mondta, hogy ő egy huszkvarnát építünk föl ebből, tehát akkor eleve egy innét, mi a fene lesz, egy narancsszínű házat fog kapni. És nem tudom, hogy azon lesz-e biléta vagy sem, de ezen ugye itt van a bilétája, mindjárt megmutatom, az előbb elég gázul mutattam szerintem, hogy elég jó belekör. Közben én mondtam, nem probléma. Na, és akkor azt akarom mondani, most nem tudom, ugye ez a huszkvárna felső burkolat megmarad, de hát elég repedezett, meg ilyen csúnya. Nem tudom, Gábornak lesz-e valami szebb felső burkolata, ami kicsit szebben néz ki mindez. Lehet, hogy meg lenne most fel, is szép lenne, de nem hiszem, ez az nagyon megvan reped, vagy karcolva, Isten tudja mi. Na mindegy. Majd ezt Gáborra megbeszéljük, hogy hogyan is mint legyen. Persze, ha sor kerül a dolgokra. Na, és akkor kezdjük bontani a kis gépezetünket. Ugye a Lanzdekli, opa, ő egy Husqvarna, John Szerednek a Lanzdeknél valószínűleg piros. Úgyhogy ő is elvileg, nem azt, hogy megy a kukába, hanem megy valahova félre, mert nem ezt fogja visszakapni valószínű. Na, közben, lehetok. Közben én hoztam be egy húsos ládikát, van egy pár üres ládám, úgyhogy tudok mit bontani dolgokat. Na, közben én amit annak szántam, vagy annak szánok dolgokat, én mindegy beleteszem ezeket a burkolatokat is, majd meglátjuk, Gábor elmondja, hogy mit tartsunk meg, mit ne tartsunk meg. Én ezeket ide belerakom, amit erre a gépre gondolok, hogy erre való, ugye? Aztán meglátjuk, hogy mi fog majd a végén kisülni belőle. Hát, hogy megint ez mikorra lesz kész, nem tudom. Előre semmit nem tudok megmondani, csak félre raktam, hogy ne legyenek már itt útban nekem azok a dolgok. No, közben dobok a tűzre, nem jutok fáznék. Abszolút, maxim pofázok. De, ja, öblögetés, ez a hell, ugye ez a körtés kiadás, ez finom, körte ízlesítésű hell. Ez lesz az öblögetés tárgya mai nap. No, akkor figyeljetek, én azt mondom nektek, hogy ugye ez elvegázrúzatom nincs, ennél apróbb cseprő dolgok, amik úgy, most azért kell szétbontanom ezt a gépet, hogy ugye Gábor láthassa, hogy hát, ja, mi az, ami nekem most kellene. Hát elég elnézem, elég sok minden. Na figyeljetek ezt a... Mi a fenét nem ártana? Sajnos ezt a géppel nem tudom meglazítani ezt a kuplungot, hogy elnézem. De on... Hát... ugye itt is mutatja, hogy lefelé kell leütni. Hát más nem tudok csinálni, marad a kalapácsos megoldás. Aztán lecsapkodom róla a francba. Aztán vagy összejön, vagy nem. Általában azért össze szokott jönni, ugye az erőszaknak mindig minden engedelmeskedik. Vagy így, vagy úgy, de engedelmeskedik. Hát nem tudom, hogy hol lehetne ezt csépelni, megpróbáljuk itt középen, talán nem lesz baja. Ja? Ó, rá sincs húzva. Ó, János, akkor ezek szerint csak épp hogy rátette. Köszönöm szépen, tehát nem kell erőködnöm vele. Ez egy nagyon jó ötlet volt tőle, mert legalább nem kell itt szenvednem a kuplung levételrel. Na, és a kuplungunk lenni is van. Hát céljetekre, és nem tudom, ebben nem kell a látétnek lennie? Mint úgy általában? Lehet, hogy ebben nincsen, nem tudom. Nem tudom, ezt majd megmondjátok, hogy itt a kuplung és a
a Michele kuplunk harag között nem volt ilyen nagy alátét, mint általában szokott lenni a másik gépeken. Ugye betétkerekes, ezt mondtam, látható. Oké, és ugye van itt egy, hát elég szép ez a tűgörgő, itt egy szép tűgörgünk, és várjátok, ezt nem tudom, ki tudom egybevenni, ez meg kéne próbálnom ezt kis csavarhúzóval kifeszíteni, óvatosan, nem tudom ez, hogy aha, hasonló, hát nem az, hogy annyira olyan, mint a kínaiaké, de láthatjátok, ilyen kis olajzó, ez vezérli az olajzást, hogy Isten tudja, mi a francot csinál, ilyen kis csigás, menetes kis műanyagocska, vagy nem műanyag szerintem ez. Ez nem fémia, műanyag. Na tehát ez a sorrend, ugye, így van összerakva. Ennek oda bele kéne mennie, vagy így, látjátok, és akkor így frankon ez vezérli, ez viszi. Jó, megy félre. Tehát közben azért mutatom így különböző alkatrészeket, hogy hogy, mint, mi hogyan volt, mert ezt én sem tudom meg, hát hogyan is tudnám. Mi vagyok én? Nem vagyok én szakember. Na, közben itt a kipufogót is akkor dobjuk innét. Úgy, hál' Isten, 4-es imbusz jó hozzá, úgyhogy nem kell itten vacakolni, keresgetni a kulcsokat. Amúgy a kipufogó, hát egy kicsit horpadt, de annyi baja legyen, emberek. És egy kicsit horpadott a kipufogó egyefene. Az nem probléma. Hű, bakker, mekkora csavar, a nézetek, nem gyenge. Hát én mondom, hol a vége? Hát nem gyenge ez a csavar. Atom. És... no kérem, van adta egy tömítésünk. Hát ez egy kicsit el van csúszva, hogy elnézem. Hát lehet, hogy csak így valami más tömítésből lett ez legyártva. De hát szerintem ez... most se tudja. De olyan érdekes, mintha egy maszek tömítés lenne. Lehet, nem tudom. Ja, és akkor tömítésünk után van egy kis alulemez. És akkor ez a hővédőlemez, vagy Isten tudja, mi a franc. És akkor úgy jön a kipufogó, vagy a henger. Na azért mondom, hogy... ez mi? Ja? Ez szétszedhető szerintetek ez a kipufogó? Nem tudom ám. A franc se tudja. Mert van benne egy cső darab. Ugye ez mi? Szerintem ez egy cső, nem? Ugye ne roppanjon össze, amikor meghúzott, gondolom. Na, mindegy. Ezeket félre dobjuk. Úgyni. Megnézem közben a dugattyút, mert elvileg azt mondták, hogy szép állapot van. Hát fogjuk rá. Szerintem szép. Nem csúnya. Nem csúnya ez a dugó, emberek. Na, figyeljetek, a lentkereket is le kéne halásznom róla. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz meghúzva, vagy mennyire sem, mindjárt kiderül. Ha megtalálom a 13-as kis csőkulcsomat, hova francba tettem el? Általában azt használom a legtöbbet, ha nehogy már elkeveredjen innét. Úgy. Hát, szerintem ez nem. Ez lehet, hogy kell egy kis madzagot befűznöm. Vagy berántó kötelet, szokásos technikám. Ugye Gábor mondta, hogy 42-es számot láttok itt a henger tetején, a valószínű, akkor 42 millis a dugattyúja. Meglátjuk. Meglátjuk, mert ugye fogalmam nincs. Így. Oké, csak azért, hogy ha kell esetleg bele dugattyú, nem tudom, hogy kell-e bele. Ő azt mondta, hogy jó lenne belevenni egy AIB dugattyút, meglátjuk, hogy milyen állapotban van a szisztéma. Aztán akkor kiderül. Na kérem. Ahogy elnézem, ezen alátét nem volt, de viszont ilyen lapos. Lehet látni, hogy itt tudom, minek mondják. De várjátok. Milyen anya ez? Ja, ilyen speciális, nézzetek oda. Rajta az alátét, nézzetek, külön pörög. Látjátok? Tök jó. Tök király, megoldás. Itt az alátét, az is külön pörög, meg külön tudom tekerni az anyját is. Tök jó. Nekem nem veszik el róla a micsoda. Ez annyi bolyó. Na, ezt nem tudom, ezt a kis telelőlemezt, én itt le tudom-e venni, de biztos, hogy le tudom. Úgy. Oké, ez valami gondolom légtereléshez szükséges kis műanyag valami. Oké. Amúgy gyönyörű idő van kint. Tényleg gyönyörű idő van kint. Tennem nem volt ilyen szép idő, hogy kimbügyköltem. Vagyis reggel még jó idő volt, de most már nem. Vagy délután nem. Hát ez szerintem csak egy sima légtelenő kis műanyagocska. Benne is maradt a csavar. Az el is fér, ott nem vesszük ki belőle, aztán kész. Hát a gyújtásunk ez ennyiből áll, látjátok, sajnos.
Nem tudom, hogy jó-e, vagy sem. A franc se tudja. Most nem tudom, ki van ez szakadva, vagy ezekbe ki lehet cserélni esetleg a mi a fenét? A kábelt? Megnézzük majd, hogyan smikép lesz, jó? Ugyebár annyit kell tudni a gépről, hogy természetesen egy használt, vagy nem is tudom, mit mond Gábor, János, hogy összet összférként rakva, lehet, hogy bele lehetne tekerni, még ott nem tudom, nincs benne az a kis tüske, amire, ilyen menetes tüske, amire lehetne tekerni esetleg egy értyapipás kábelt, aztán megnézni, hogy jó-e a deszikrád vagy sem. De hát ez majd a végkifeletni lesz. Számot tevő most egyelőre nem érdekes. Itt van viszont egy érintkező alatta, nem tudom, ez ilyen lapos valami, azt nem tudom annak kiszedni, mert valami fogja. És ugye látható, hogy ugye a biztosító kis hülyeség nincs benn, de hát ugye, hogyha Gábor hoz, micsoda, huszkolna tankot, ugye nem élhető, hogy az rajt lesznek a kezelőfületek, mármint a kezelő, a biztosító ravasz is. Ez sajnos ilyen. Amúgy a rugó visszalöki a szépen, de hát így ugye nem lehet bármikor lenyomható a cucc. Na, figyeljetek, most a tanktól kéne, hogy egyszer leüssem ezt a lent kereket. Nem tudom, honnét férek hozzá legjobban. Hát ismét a speciális módszere remélhetőleg le tudom vadászni. Ha valahonnét hozzáférek úgy, hogy meg tudjam ütni ezt a lent kereket, hát hogy lejön-e, az más tészta, az a baj, nehezen lehet hozzáférni. Hát jó. Vagy váltok, ez nem lehet egybe kivenni már? Azt nézem, csak utána meg hogy veszem le? Ja, minél le kéne vennem. Így egyszerűbb lenne szerintem leszednem, ha le tudom, csak nem tudom megütni. Nem tudok hozzáférni sajnos sehonnét. Csak innét tudom megütni. Erről az oldalról. Hát, hogy ekkora hatása lesz neki. Azt nem tudom rádönteni ezt a régi csavarhúzónak a fém részét. Ugye láthatjátok több micsodában. Így ezzel csapkodom le a lentkerekeket, de hát lehetek is, hogyha ezt ide leveszem, akkor leveszem azt az olajterelemet, vagy Isten tudja mi ez a fém darab, aztán itt lekapjuk a francba, és akkor onnét megszűnik már az a határ, ez a terelés, és akkor ott már szépen hozzá tudok férni, kisebb szögben tudom megütni, nem kell akkor a szöget tartani, de a hatásosabb lesz a cucc. Na és ennyi tartotta itt ezt az olajterelőlemezt. Hát itt a... Akkor már kivesszük innét ezt az olajpumpát is, jó? Ha már itt tartunk. Úgyni. Olajpumpa kivéve. Hát azt, hogy ez milyen állapotban van, nem tudom, de tök egyszerű kis dolog. Ha meglátjuk, hogy ez neki így kell mozogni, és akkor pumpálja ki az olajat, Isten tudja, hogy mozog. Na mindegy, nem érdekes. Oké, megy a bázisba, az alkatrész bázisba. Oké, tehát itt akkor már hivatalosan, ja még a micsoda van itt, láncfeszítő, ez is kijön, ó, prima donna, akkor ezt is kivesszük innét, hát majd egy jó kis takarítás, mosást megérdemel, átmossuk benzinnel, aztán mindjárt szebben néz ki, mind így. Úgy, mert közben kezet is kéne, nem ártana kezet törölgetni, mert ilyen kicsit olajos. Na, figyeljetek akkor! Na, várjátok, ezt nem lehet kivenni, ezt a rugós hülyeséget? Na, várjátok, ezt a csavart kiveszem innét. Ez ugye szerintem a fékkarnak a cucca. Itt van egy ilyen kis... Haj! Atomvar ez. Bakker, mintha puskából ütték volna ki. Még jó, hogy nem repült el nagyon messzire, oda nézzetek. Ha-ha-ha! Ez jó volt! Ja, végül is igen, kicsit megmozdítottam, azt már kilőtte. Oké, Franco, megvan, az a lényeg, hogy megvan, tehát ez a két kis csavar a fékkarhoz kell, meg ez a rugós hülyeség. Oké. Na, tehát itt a tűcsavar, hát a tűcsavarok mozognak bent, nem tudom, ennek mozogni kell-e bent, de mozognak bent. Hopp, várjatok. Bakker beesett a micsodába, tankba. Az olaj tankba, meg ez is. Atomvar ez, most mi van? Ez ennek ilyenek kell lennie? Nem tudom ám. Így beesik, akkor itt tolhatta ki mellette az olajat. Ez tök érdekes. Na mindegy, azok most már jó helyen vannak ott.
Hát ez jó. Ez nagyon állat. Nem tudom ez hogyan történhetett, vélnek tényleg ilyen a... Mi a fenéje? Tőcsavarja, ami a fenéből te betenni a tankból? Nem hiszem. Szerintem az egy fix, valaminek kéne lennie, gondolom. Szerintem levesztük a röngtámaszt is. Közben így itt ténykedem ám. Tele vannak a csavarfejek maszattal, főleg itt ugye elől. Itt azért már van bennük anyag. Úgy. Hál' Isten könnyű. Közben még a micsoda. Ez azt hiszem még az Alpin gépezetnek. Azóta benne állnak a csavarok a benzinbe. Kérem szépen. Nem tudom mikor volt kiszedve, de ez a 3 hete. Azóta szépen benne. Biztos kiázik belőlük minden. Szerintem. Na, röngtámasz levéve. Úgyni. És akkor most próbáljunk meg ilyen kisebb szögben, ha? Ütéseket mérni a lendkerékre. Úgy, fordítva. Ígyni. Aztán meglátjuk, hogy elérünk-e valamit, vagy sem. De egy kisebb szögbe tudod ütni. Hát közben forgatni kell persze, ne csak egy helyen üsse az ember. Oké, meg is adta magát, kérem szépen. Jó, úgy nézem, hogy az ég, az mintha ott bel lenne, látjátok, bele van öntve magába a lendkerék, ott az a hupli, tehát az királyság. Tehát akkor ezt nem kell, megkerestünk az éket, a főtengelyünkön ott van benne az a hupli, tehát bent a főtengely, vagy a lendkerékbe akarom mondani. Na, itt ez a kis lemezdarab, amire az előbb utaltam. Hát ez honnan francból jön? Ja. Aha. Lehet, hogy a mi a fele fogja oda. A henger, tap, csavar. Oda nézzetek. Ez valami test. Gondolom a testet így kapja. Ez műanyag a ház. És gondolom a testet így oldották meg, hogy akkor arra figyelni kell, ha az ember építi össze, hogy azt ki ne felejtse. Max, annyit meg lehet csinálni, ha véletlenül kifelejti az ember, akkor esetleg valahonnét ennek kipufogótól, vagy valami kis micsodával egy drót darabbal összeköti itt a gyújtást. Tehát egy valamilyen kis, az a lényeg, hogy fémhez ér, nem úgy van megtervezve, de megoldható úgy is, hogy valahol keresünk egy olyan csavart, ami a fénybe megy bele, és onnét átvezetjük ide. Természetesen úgy, hogy ne éri a lendkerék. Ugye az a legegyszerűbb megoldás, mert a lendkerék nem éri el. Ja, azért is így, gondolom így oldották meg annak idején. Na figyeljetek, vegyük le akkor most már a tankot. Tehát megszabadultunk a dolgoktól, szerintem ez a kötél, ez már nem kell ide, a kalapácsunk remélem nem kell ide. Félre is dobjuk. Jaj, közben azt hallgatom, hogy szépen zenél a víz, ma úgy értve, hogy kezd forni. Na, akkor vegyük le a tankunkat, jó? Hát ugye a benzincső, most itt fogalmam sincs, mi hogyan jött föl, honnét jött fel, mert láthatjátok, a karburátor csak oda bele volt téve, úgyhogy azt még ki kell majd gondolni, hogy mint volt. Itt is van egy csavar. Úgy. Elvileg, és akkor elvileg valahol van még pár csavar, gondolom benn. Ez nem is, de kijön, csak lassacskán. Hát én ezek mind, láthatjátok, mind ilyen műanyagban való menetek. Tehát ilyen ritkább menetek, azok a csavarkák. Úgyhogy összekevarni semmit nem tudsz. Na, max úgy, hogy ez se jön ki önnét a helyéről. A kis fogó. Tudom, hogy kirántok be. Azt hittem, hogy kijön mi. Gumiba van benn, gondolom, aztán az nem engedi ki. Folyamatosan tartja. Gyere már ki. Na mindegy, benn maradt, az nem jön ki onna. Mondjuk, ja, már mozog, jó van, akkor ez nem is lényeges. Itt alul van egy csavar, ez nem tudom mi a franc. Még itt van egy biléta is. Na várjátok, ezt a bilétát nektek meg. Ja, ez a micsodát tarthatta, igen, ez az egy csavar. És kettőnek kéne lenni, de csak egy van bent, a fogantyút, körfogantyút, vagy Isten tudja, ki minek az első fogantyút, az első markolatot, vagy ki minek mondja. Mindegy. Mondom, ez a mi a fene azt tartotta meg. Mi a franc? Hát, ja, látjátok, a menetet ki is hozta, arra nézzetek. Valamelyik csavar, meg lett kicsit szakítva. Hát ennyit a műanyag menetes cuccokról. Sajnos, hamar ki lehet vele szakítani a
Itt van egy biléta, hát ezt meg kéne pucolnom nektek, megmutatom. Nem tudom mi az. Kicsit megtörlöm, hát lehet el is kapom róla, leoldja róla a benzin, vagy ez az olajos mazat. De kijön, jó van, akkor lehet, hogy le is veszem, minek ide. Így megtörölgetem, figyeljetek, aztán mindjárt mutatom, jó? Úgy. Hát ezen is látható a maga, ott van. John Sered, ugye? Ott van látható felirat. Ja, és ezzel is micsoda, K-val van írva, mert felveszem az okulárét, ugye? Hogy hol van? Valaki, ugye hozzászólt, láttam, hogy kis K, vagy K-val van írva a Husqvarna, hát ezen is K-val, csak egy kicsit, ugyanaz a biléta van rajta, itt is látom, ott K-val van írva, és ugye kapott is rá egy választ, hogy ugye ez egy város neve, és valóban, utána néztem, itt is látható, hogy Husqvarna. Valóban ott úgy van írva. Tehát ez nem kamu. Ez tényleg úgy van írva. Látható, hogy akkor 2145-ös John Sered, és akkor ebből lesz egy 350-es Husqvarna. Jó, ezt a bilétát azért félretesszük ide, valamire jó lesz alapom. De láthattátok, még ez is rajt volt, úgyhogy nincs is nagyon szétkoffa, nem ette meg az idő, meg az olaj, meg a benzin, meg minden. Na, tehát az egy város neve, és a város neve meg K-val van írva, nem Q-val. Ha. Már én sem tudtam, hogy őszinte legyek, utána néztem, rákerestem, és valóban létezik a város. Tehát nem csalás, nem ámítás, azért lett K-val írva, és K-val, a város az K-val van írva. De ha valami hülyeséget magyarázol, de javítsatok át nyugodtan. Lehet, hogy baromság, értitek, amit magyarázol, de tényleg megnéztem. Ma reggel, az vasár, meg is néztem. Na, itt van ez a két csavarka, és elvileg a tankunk lenni is van. Hát ezek a kis pici gumituskók vannak bent. Na, vajátok,